Sziasztok újra! Íme az előző videónak a második része, amiben szintén a 2020 végi karácsony környéki, decemberi vásárolt, illetve kapott dolgaimat mutatom meg. Nyilván mind vegán és állatkísérletmentes. Ugye azért szedtem külön a két videót, mivel az mind élelmiszer volt, amit az előző videóban mutattam, ez meg mind nem élelmiszer. És nem akartam, hogy túlságosan hosszúra és kuszára sikeredjen. Az árak szokás szerint valamelyik sarokban kerülnek majd kiírásra, illetve a beszerzési hely is. Ha gondoljátok, a leírásba levő linkre kattintva eljuthattok a blogomra, ahol közelebbi fotókat találhattok, illetve a későbbiekben, ha majd írok minden egyes dologról részletesebben, alaposabban véleményt, beszámolót, ajánlót, egyebet, akkor azt ott fogjátok tudni elolvasni. Feltétben látható pár dolgot szeretném most megmutatni nektek, kezdjünk is neki. Ami kicsit kilóg a sorból, kezdjük is ezzel, ez a mosószóda. Tulajdonképpen az összes többi dolog mind ilyen tusfürdő, testápoló, parfüm, stb. Ez az egyedüli, ami inkább takarítószer jellegű, mint ilyen tisztálkodási dolog, de nem szerettem volna kihagyni, mert nagyon fontos. Ugyanis nagyon sokoldalú, én nagyon szeretem használni, akár mosogatásnál, mosásnál, egyéb bármilyen takarításnál. Mindig van itthon, igazából nem szoktam nézni, hogy milyen márkájút veszek, megnézem, melyik a legolcsóbb, és akkor azt megvásárolom. Ezt a márkát még nem használtam ezelőtt, de igazából sok különbség nem lenne szabad, hogy legyen. Papírcsomagolásban kapható, ami tök szimpatikus, meg kis aranyos dizájnja van. A következő legyen ez a DM saját márkás tusfürdő, én ezt nagyon régóta használom, nagyon szeretem, teljesen semleges, enyhén édeskés illata van, az a tiszta krém illat, amivel leginkább talán le tudnám írni. A blogon korábban írtam róla, nézzétek meg a leírásban a linket. Bátran tudom ajánlani, nagyon olcsó, hatékonynak is találtam, úgyhogy abszolút újravevős. Vegán felirat a hátulján. Valaki kérdezte, ugye minden DM saját márkás, illetve Rozon saját márkás termék állatkísérletmentes, viszont nem mindegyik vegán, keressétek a feliratot, logó nincsen, de hál' az égnek jelzik külön, és nem kell az összetevőkkel bajlódni. Egy újabb DM saját márkás termék, ez elvileg egy habfürdő, amit mi évek óta hajsamponnak használunk, és nagyon-nagyon bevált. Hát most akik ilyen tudatos bőrápolást folytatnak, azok biztos fogják a fejüket, de sok mindent kipróbáltunk, és vagy nem vált be, mert nagyon zsírosodást okozott utána, vagy mindegy egyéb okból kifolyólag nem volt egészen tökéletes, ez évek óta jó, nincsen tőle se hajhullás, se száradás, se korpa, se semmi, úgyhogy tökéletes. Nem mondom azt, hogy másnak bátran merem ajánlani, mivel nyilván mindenki saját magának tudja, hogy, vagy hát tapasztalja, hogy mi a legjobb. Minden esetre nekünk bevált ez a lényeg. Ennek kicsit erősebb illata van, nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, mert elég olyan markás, jellegzetes, eukaliptuszos, mentolos, mentás illata van, és aki érzékeny mondjuk az erősebb, markánsabb illatokra, azt lehet, hogy zavarni fogja. Aztán ez itt egy dezodor, ezt valaki ajánlotta, ha jól emlékszem, a Vegan Beauty csoportban, ugyanis posztoltam arról, hogy én ezt a dezodort szoktam használni, ugye ez egy golyós deó, ez pedig egy ilyen pumpás, és ajánlották, hogy ezt is próbáljam ki, ugyanis nekem elég kellemetlen múltam van a különféle dezodorokkal kapcsolatban, mert hát ilyen stressz alapon izzadós vagyok, és azt nem állítja meg semmi. Nagyon örültem, amikor ezt a golyósat megtaláltam, mert így még férfi deók kapcsán voltak pozitív tapasztalataim, például ezzel, amit a párom azóta is használ, de úgy alkalmanként, mintha így nem tudom, túlságosan megszokná a testem, és akkor egy ideig működik, utána nem, akkor egy darabig hagyom, utána megint jó, úgyhogy én nem tudom, hogy mi múlik. Minden esetre, ha elfogy, amit most használok, akkor ez lesz a következő, amit kipróbálok, hát kíváncsi vagyok, hogy nekem beválik-e. Nagyon kellemes, nem tolakodó, citrusos, zsályás illata van, nem az a szörnyen savanyú, úgymond friss, sportos illat, hanem tudjátok, mint amik ezeknek a női illatokból kb. Kétféle létezik. Az egyik a sportos, ami mind ilyen citrus illat, a másik meg a nőies, ami mind ilyen édes, és így nagyon nehéz olyat találni, ami nem ez a két kategória. Úgyhogy ezért is kísérleteztem férfi illatokkal is, de abból meg ugye nagyon sok ilyen borotva habszagú, szóval nem egyszerű. Na mindegy, szóval ez nem tolakodó és nem túl szúrós, úgyhogy nekem ez tetszik. Köszönöm szépen az ajánlást! A következő szintén egy DM saját márkás. A DM terméktesztelők csoportban olvastam róla, ott ajánlották nagyon. Én eléggé kézkrém keresőben vagyok. Sajnos így télen különösen kiszárítja a kezemet a hideg, nyáron annyira nem jellemző ez a szörnyűség. De így télen elég rossz, illetve a munkahelyen viszonylag gyakran mosok kezet, ami szintén nem segít a helyzeten, és eléggé csúnya tud lenni, hogyha semmivel nincs bekenve, de azt vettem észre, hogy nem mindegy, hogy mennyire komoly az adott krém, mert nem elég, ha csak szinten tartás zajlik, hanem jó lenne, hogyha egy kicsit egy ilyen helyreállítás is elkezdődne. Nyilván nem kell minden krémtől csodát várni,
Minden esetre kíváncsian kísérletezgetek, hogy melyik az, amelyik jobb, melyik, ami rosszabb. Még nem találtam meg az igazit, hát kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Az utolsó DM-ben kapható termék ez a parfüm, ez karácsonyra kaptam, vettem, igazából a párom beszélt rá, mert nagyon tetszett, és többször visszamentem megillatolni, de nem biztos, hogy megvettem volna, mert nem vagyok nagy parfümös, de tényleg nagyon jó illata van, úgyhogy nem bántam meg. Nagyon jó, hogy volt kint teszter, mert így ki lehetett próbálni, háromféle illatban kapható, nekem leginkább ez tetszett. Így néz ki, egy kis cuki fakupakja van, és nagyon enyhén arra emlékeztet az illata, mint ezekben az indiai boltokban ez a füstölős, nem tudom milyen jellegzetes fűszeres illat. Nem az az extra édes, hanem van benne valami szokatlan fűszeresség, de az a legegyszerűbb, hogyha legközelebb a DM-ben jártok, megillatoljátok, mert illatokat nagyon nehéz átadni így. És megérkeztünk a Müllerbe, de úgy emlékszem egyébként, hogy a CD márka az másutt is kapható. CD? CD? Nem tudom igazából. Dezodort vettem tőlük a Rossmannban annak idején, nem tudom, hogy jelenleg mi a helyzet velük. Ugye kicsit átpártoltam a DM Alverdére az utóbbi időben, úgyhogy egy kicsit így nem annyira friss a tudásom ezzel kapcsolatban. Minden esetre ez egy ilyen kis icipici tégely. Szintén hidratáló krém után kutatva találtam, és az a helyzet, hogy meglepően bevált. Hasonló, illetve arra emlékeztet, mint ezek a Nivea krémek, ezek a nagyon testes, erős Nivea krémek, még az illata is full hasonló. Gáborom szerint borzasztóan fullasztó és büdös, úgyhogy aki az ilyen Nivea jellegű krémeket nem szereti illatra, annak nem fog tetszeni. Viszont a hatása nekem nagyon meglepő volt, tehát ez egy sűrű, testes, zsíros krém. Miután felvittem a bőrömre, várok egy 10 percet, és gyakorlatilag eltűnik, tehát beszívódik 100%-osan. És ez azért érdekes, mert amiket eddig próbáltam, azzal mindez volt a probléma, hogy egy ilyen borzasztó zsíros réteget hagy, mint hogyha viasszal lenne bekenve a bőröm, és ha este krémezem be az arcomat, illetve a kezeimet, reggel, amikor megmosom az arcom, illetve a kezemet, ugyanúgy ott van az a zsíros réteg, és azért mondjuk 6-8-9 óra alvás után, ha még mindig nem szívódott be, illetve nyilván egy része biztos rekrőt a párnámra, meg az ágyneműre, de azért az úgy elgondolkodtató, hogy az úgy nem biztos, hogy ideális. Úgyhogy úgy néz ki eddig, hogy ez jó lesz, viszont mivel még csak körülbelül 3 napja használom, ezért nem tudom pontosan megmondani, hogy hosszú távon hatását tekintve rendben van-e. Beszívódás tekintetében tökéletes. Ezt a két szappant szintén a Müllerben vettem, ez eredetileg ajándék lett volna egy ismerősömnek, viszont aztán találtam egy jobbat, és akkor ezt meg megtartottam, de kiderült, hogy ez itt tök jó, mivel nem szeret szappant használni az illető, úgyhogy mind a ketten jól jártunk, szerintem kellemes az illata, meg egyáltalán nem használtam, ki se bontottam, abszolút bontatlan csomagolás, ez így karácsonyra volt, külön ilyen kis kínáló polcon, ilyen karácsonyi jellegű, egyébként ilyen nagyon aranyos karácsonyi témájú szappanokat lehetett kapni tőlük, különféle illatvariációkban, nekem ez volt a legszimpatikusabb. Elsősorban a narancs dominál benne, meg egy enyhe kis fahéj. Csak utóbb vettem észre, hogy ez is ugyanaz a márka, ez így karácsony után volt leakciózva, és azért vettem meg. Kettő típus között gondolkodtam nagyon-nagyon őszintén bevallom, azért tűnődtem, mert a másiknak jobban tetszett a csomagolása, ami egyébként nem egy erős indok, viszont nagyon szép volt, mert egy sötét alapon volt virágos, de azért jobb nem ilyen alapján választani, különösen, hogyha ilyen jellegű termékről van szó, ennek sokkal jobban tetszett az illata. Egy ilyen rózsás jellegű illatról van egyébként szó, hát nagyon remélem, hogy beválnak, vagy legalábbis nem szörnyűek, ugyanis viszonylag sokba kerültek. Még akciózva is azt mondom, hogy amúgy szappanért nem adnék ki ennyit, de mivel ezek azért különlegesebb szappanok, azt mondom, hogy oké, meg egy évben egyszer-kétszer rendben van, de amúgy hosszú távon nyilván maradok a tusfürdőmnél. A maradék két dolgot ajándékba kaptam, az egyik ez egy ilyen levendulás javuna szappan. Én javuna szappant soha nem használtam még eddig, ilyen természetes csoportokban szokták ajánlgatni, de valahogy eddig még nem határoztam el magam, hogy vásároljak. Hát úgy néz ki, hogy szappannal most egy jó időre el vagyok látva. És az utolsó egy ilyen Oliver set, én ezzel a márkával még nem találkoztam korábban, nagyon kíváncsi, nagyon kellemes illata van, eddig még csak szaglázgattam őket, nem próbáltam ki. Ezt is ajándékba kaptam, ugye egy testápoló van benne, egy tusfürdő, meg egy ilyen body scrub, amit nem tudom, hogy mondanak magyarul ilyen, azt is ilyen testre kell kenni. Nagyon kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, mindenféleképpen fogok róla írni, mivel ilyen jellegű termékeket eddig még nem próbáltam. Van itt még 4 termék, amiket nem terveztem belerakni ebbe a videóba, ugyanis ezeket azóta vásároltam, hogy felvettem a videó többi részét, de szerettem volna nektek megmutatni, mivel elég érdekesnek találtam őket, egyiket sem használtam még, ezeket például a Müllerben vettem, ahogy látjátok saját márkás termékek,
Ilyen Aveo márkájú dolgokkal még nem igazán találkoztam eddig, illetve nem vásároltam ezelőtt, úgyhogy nem tudom, milyen minőségűek lehetnek. Egyelőre ilyen DM Rossmann saját márkás kategóriának tűnik, aztán majd meglátjuk. A bal oldali az egy ilyen citromfüves tusfürdő. Én az Alverdinek nagyon szeretem a citromfüves tusfürdőjét, hát ez nem annyira kellemes illatú, kicsit olyan mű illatú, a másik az olyan természetesebb és intenzívebb, a jobb oldali ez pedig egy krémszappan. Ahogy látjátok, mind a kettő vegán felirattal van ellátva, kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek. Ezt a két dezodort a DM-ben vettem, ugyanis égre földre kerestem, valahol elkevertem a másik golyós deomat, amit mutattam a videóban, és amit nagyon szeretek, és nagyon hatékony, és muszáj volt valamilyen deót használnom, ugyanis ideiglenesen a páromét használtam, de az valahogy most annyira nem szuperált jól, és már nagyon muszáj lett volna. És a DM-ben, ahova beugrottunk, nem volt az a deó, amit szoktam használni. Hát nagyon kétségbe voltam esve, lekaptam ezt a kettőt a polcról. Kettő együtt volt kb. Egy ezres, úgyhogy nem kerültek sokba. Viszont cserébe sajnos nem annyira váltották be hozzájuk fűzött reményeket. Igaz, nem próbáltam őket hosszú távon, csak néhány nap erejéig, de hát az a néhány nap meggyőzött arról, hogy nekem muszáj azt a másik deót újra megvásárolnom, ha elő nem kerül végleg. Mert sajnos nem, hogy egy 12 órás maszkáros munkanapot nem bírnak ki, de 3-4 órát sem. Egyelőre nem vagyok lenyűgözve tőlük, még majd próbálgatom, mert egy-két használat után nyilván nem lehet eldönteni, hogy mi a helyzet. A baloldali szenzitív verziót használtam már itthonra, most úgy néz ki, hogy ez beválik talán, de nem mernék ráalapozni egy egész teljes napot. Nem akarom keverni őket, úgyhogy egyelőre most még azt tesztelgetem. Mind a kettőnek ilyen enyhe, semleges, édeskés, nem tudom, milyen baba illata van. Sajnos probléma, hogy egyik sem szívódik fel rendesen, úgyhogy utána így törölgetni kell, de cserébe legalább nem hagynak nyomot a ruhán. És ezzel a végére is értünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha van kedvetek, akkor iratkozzatok fel, hasonló videókat szoktam feltölteni. Ha ezt tetszett, vagy hasznosnak találtátok, akkor valószínű, hogy azt is hasznosnak fogjátok majd találni, amit még a csatornán láttok. És akkor nem maradtok le az új feltöltésekről. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!